Szavaztok gyerekek, üdv a csatornán, Keeper jelentkezik a következő videóval, ami valószínűleg egy elég hosszú videó sorozat legelső része, mivel elég régóta vártam ezt a játékot, ami megjelent. Ugye Blizzard kiadta a Diablo legújabb részét, ami nem más, mint a Diablo Immortal, és egyébként szeretnék mindenkit buzdítani rá, hogy próbálja ki nyugodtan, esetleg még velünk is játszhat, velem és haverokkal, mivel szeretnénk egy ilyen kis közös csapatot összehozni, ahol tudunk mi magyarok együtt játszani. Ismerősökkel leginkább. Egyébként a játék az mind PC-re, mind pedig mobiltelefonokra és természetesen tabletekre is ingyenes. Annyi, hogy ugye mikrotranszakciós rendszer van benne, tehát lehet venni különböző játékban lévő dolgokat, nem tudom, ilyen lootbox rendszer van, meg különböző ilyen skineket lehet venni, ugye megszokottak ezek már az ilyen jellegű játékokban. Na, kevesebbet beszélünk, inkább akkor foglalkozunk a játékkal. Most ugye ezt a részt, ezt kénytelen vagyok mobiltelefonon felvenni, egy P40 Lite-on veszem fel. Egyébként valakinek, akinek nincs play áruháza, mint például nekem a mobiltelefonján, vagy pedig ugye valamilyen oknál fogva nem nagyon akar a play áruházból letöltődni neki a játék, akkor nyugodtan töltse le az APK-t, az is ugyanúgy frissülni fog, és ugyanúgy működni fog, mint például, hogyha úgymond hivatalos forrásból szerezné be. Igen, azért mobiltelefonon kell felvennem, mert ma még, amikor ezt felveszem, akkor PC-n nem elérhető játék, mobiltelefonokon egy nappal előbb már működik. Szóval akkor itt vagyunk a karaktergeneráló képernyőn, és már előre eldöntöttem, hogy mindenképp egy tank karakterrel szeretnék lenni. Tudjátok, hogy más játékokban is ilyen jellegű klasszal szoktam veretni. Ha nyomunk egy nextet, és akkor nagyon sok időt nem akarok eltölteni a karakter generálással, egyébként marha jól néz ki ez a screen is, és ez a képernyő, hát szerintem ezen ennél a karakternél megmaradunk. Egyébként ugye itt be lehetne állítani mindent, még a bőrszint, vagy amit szeretnél, a hajadat, hogy nézzen ki akármit. Nekem ez így nagyon meg is felel. Annyi még, hogy ja igen, a nevünket kellene megadni, ami ugye nem lesz más, mint Tank. Nem tank, hanem tank. Mert elgondolkoztam egyébként, annyit még akartam mondani, hogy a Void nevű szerveren vagyunk haverral, úgyhogy itt fogjuk veretni, itt fogtok tudni beadolni friendnek, meg itt tudunk kommunikálni, vagy akármicsoda. Szóval akkor ide gyertek, hogyha van kedvetek. Na, akkor megcsináltuk a karakterünket, és már verethetjük is ezerrel a Diablo Immortal világában. Egyébként nem játszottam még a játékkal, úgyhogy ez egy ilyen ismerkedős dolog is lesz. Voltak zárt, nyitott alfa-beta tesztek, amikre lehetett volna különböző lehetőségek, lehettek volna arra, hogy játszak vele, vagy játszom bárki, de én úgy gondoltam, hogy nem akarom ezzel úgymond terhelni magam. Nagyon sok MMORPG-t elkezdtem már különböző zárt, meg nyitott bétákon, és ugye az a baj, akkor bevipolják a szervereket, akkor veszik a karaktered. Persze meg tudsz ismerkedni a játékkal, annyi előnye van, de hát ez is teljesen megfelel nekem. Na, akkor ide értünk egy valamilyen hajóval valahova. Na, mint látom, itt a HUD az tök jó. És igen, jó. Egyébként valószínűleg nagyon jól testre lehet szabni, itt van az option. Nagyon jól testre lehet szabni a dolgokat, várjátok, ez a hangerő, ez nekem majd előre beállítottam, hogy ne legyen hangos, de mindig félek tőle, hogy itt elfcseszem a dolgokat. Egyébként ilyen van unstuck gomb, ami hogyha beszorulsz valahol, ki tudsz jönni esetleg. Gondolom visszateleportál az első városban, rank controls, mindent át tudsz állítani, amit csak szeretnél. Jó, hát akkor menjünk. Egyébként, mikor már letöltöd a játéknak a fő fájljait és feltelepíted, utána még egy csomó contentet fog letölteni, úgyhogy, de már el tudsz kezdeni játszani gyakorlatilag. Na, hát akkor veressük. Egyébként tök jól néz ki a grafika, első ránézésre.
A Diablo 3 grafikájával nem nagyon voltam kivékülve, az egy kicsit ilyen kis meseszerű volt, de úgy nézem, itt már így láthatom, hogy ez ilyen kis ködös, ilyen dárkosabb jellegű. Ugye a Diablo 1-2 az híresen dárkos grafikával rendelkezett, természetesen a képességeihez mérten, de 3 az annyira nekem nem jött össze. Na, csapjuk le a csávot. Szuper, ez az alaptámogásunk, ugye, hát ez nem okozott meglepetést senkinek szerintem. Kövessük az utat gyakorlatilag, azt kell csinálnunk. Jó. Na. Azt írja, hogy folyamatosan nyomjam ezt a gombot, nem kell ugye kattogtatnom rá. Remélem egyébként, hogy a minősége hangügyileg, képügyileg teljesen jó a... Azért... Aha, egy újabb támadás... Egy felhúzható támadás, ahogy látom. Egy felhúzható területi AOE támadás. Ami tök jó, és minél tovább húzod, annál nagyobb területet... annál nagyobb területet... fed le. Oké. Akkor már van 2. Úgy van skillunk, nem már 3, hogy látom. És azt mondja, hogy mutassam odáig. Oha. Eldobja a pajzsát a karakterünk. És amint látom, amikor elrepül, akkor is sebesebb, és amikor visszafele száll, akkor is. Plusz még... ezeket itt egyébként csak ide. És ráadásul, ahogy nézem, a pajzs ide húzza az ellenfeleket. Ugye ez egy ilyen közelharci karakternek, mint például a tanknak, vagy akár nem tudom, gladiátornak, nagyon fontos, hogy legyenek olyan CC skilljei, amiknek köszönhetően tudja uralni a játékteret, mivel ugye a range-od, a távolsági karakterekkel szemben nem úgy. Nem lenne nagyon, vagy nagyon-nagyon hátrányban lenne, bocsánat, elgondolkoztam. A skillt néztem, hogy érdekes, hogy ugye... Ez micsoda? 1... Aha, 2... Ezt használhatom többször. Ott írja a skill alatt, van egy ilyen számláló, hogy hányszor tud előrni. Vannak olyan skillek, amit nem, hogy csak hogy van CD-je, viszont többször el tudsz lőni, ez tök érdekes. Meg az nagyon furcsa, hogy nincs mana, hanem gyakorlatilag orba szájban nyomhatod a skilljeidet, attól függően, hogy éppen, ha nincs cooldownom, akkor használhatod őket, ez tök jó. Egy kapásból itt egyébként belekeveredtünk egy boss fightba, ahogy látom, és ahogy észreveszem, azért lehet taktikusan játszani. Fondban vagyok egy ilyen körbe. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy ugye általában úgy működnek az ilyen boss fightok egy ilyen játékban, hogy azért valamilyen taktikusot kell alkalmaznod, mert különben könnyebben meghalsz, tehát mit tudom, elkerülöd a támadásait. Ez eléggé tipikus, hogy ugye a földön, a talajon megjelenik egy ilyen... Mit tudja? Aha. 3-as szintűek lettünk. Közben írja, hogy inventory-t nyissam meg, és ugye új skill elérhető. Na, inventory, van egy válasunk, ami plusz 9 damage-t ad. Tudjuk felvenni, meg tudjuk equipelni, mármint be tudjuk törni, destroyolni is. Valószínűleg, ha destroyolnánk, akkor jönne valamilyen alkotó elem belőle, amiből később esetleg craftolhatunk, vagy hasonló. Új skillünk is van. Itt a skill list. Jó. Szuper. És ő van. Shield Glare. Ami azt jelenti, hogy 12 CD-je van, cooldown-ja. Az én shieldem valami fény bocsájt ki, vagy nem tudom, és kioszt 53 sebzést, és blindolja az összes ellenfelet, ami előtted van 3 másodpercre. Ez jó.
Aha, és blindolja őket, az azt jelenti, hogy megvakítja. És ez is egy ilyen, opa, ezt nem kell volna kiraknunk nekem skill barra? Vagy ezt hogy kell? Equip? Hogy? Igen, ez is nagyon jó. Ez is egy ilyen... Szeretem a tank karaktereket, ne elég sok CC skill-je van, amivel ugye úgy uralni tudja a játékteret, úgymond. A tank karakterek ugye azon kívül, hogy általában elég nagy defjük van, jó, elég védettebb, általában sok olyan skill-jük van, amikkel tudják uralni a teret. Na, nézzük meg is, próbáljuk akkor ezt a skill-t. Minimap, minimap is új feature-ként jelentkezik. Oh. Nagyon jó. Mozgatni, mutatja. Egyébként nagyon jó ez a... Ezek a lábnyomok, látjátok itt balra, amik mutatják, hogy merre kellene mennünk. Nem ilyen ripacs módon, hanem ilyen kis visszafogott, kis egyszerűbb módon tudatják velünk, hogy mégis merre haladjunk. Mit tudom, nem így ilyen világító nyilak, meg ilyen... hanem egy kis tök kellemes. Na nézzük ezt, hogy van. Aha. Aha, és... Olyan szinten megvakultak, hogy így nem eszem a szét. Várjál meg? Nem élem, hogy nem hallatszik be, hogy motoszkálok a telefonon, meg ilyenek. De ugye én is kénytelen vagyok. Holnaptól már valószínűleg a picit föld. Jobb, mint a miénk. Még igazából nincs is nekünk, úgyhogy mindenképp jobb. Sanyika, menjél ne, légy szíves! A kutyám itt mászkál rajtam, úgyhogy bocsánat érte. Ja, lehet, hogy kicsit össze kellene pakolnunk a skilleket, hogy használjuk. Például ugye érdemes lenne először a shieldünkkel oda vonzani az ellenfeleket. Utána blindolni. És utána meg mit tudom, területi, nem? Úgy valami értelmet belevinni. Gyere ide, barátom! Blind! És utána meg szétcsapod. Ja, jók a skillek. Szeretem, amikor nincs, nem ilyen useless skilleket adnak a karaktereknek, hanem aminek értelme is van. Ott van egy fősönk, és van egy shieldünk végre. Ja, igen, amikor nem useless skillekkel szúrják ki a szemedet, hanem olyan valami tudsz is használni, érted. Mi hát ezek lőnek? Aha. Akkor adlagul is nyomkodom basszus ezt a atak gombot, pedig azt nem is kellene. Ja. Azt mondja, hogy használjam a potion. Oké. Okay. A potion. Healing potion. Ja, nincs mana a játékban, nem baj. Nincs semmi baj ezzel. Na várj, most ezeket össze kéne kapnom így. Ja, hülye voltam, nem azt használtam. Oké, okay. Így. Azaz. Fajin, gyerekek, fajin. Na, mindegy item. Nem jobb, mint a miénk. Tökéletesen mutatja ugye, hogyha van egy ilyen kis zöld nyíl mellette, hogyha jobb, mint a miénk. Bár nem feltétlenül. Szerintem csak az alapstatját mutatja, hogy jobb-e vagy nem. Mert ugye Diablo-ban minden ilyen játékban megszokott, hogy általában ilyen különböző módosító statok is kerülnek az itemekre, a gírekre. Mint például most nincs ezen például, nincs. De ez mondjuk jobb, mint a miénk. Szoktott olyan lenni, hogy mit tudom, attack speed vagy akármit, ugyanolyan. Gondolom nem kell nagyon bemutatni a senkinek. Vagy bármi, itt vitality vagy. Csomó lehetőség van, opció. Hogy mire ad, milyen plusz bónusz speedet, például gyorsabban mozogsz, gyorsabban ütsz. Úgyhogy nem feltétlenül, csak... Ez your ultimate skill. Charger. Húha, bedurvultunk nyilatot. Itt vannak egyébként fent a fejem alatt, ugye fent van a HP csíkom, meg a fejem.
Alattam van mindig a buffjaink, hogy meg a debuffok, amiket kapunk, hát azokat ugye ha rákattam, még biztos meg lehetne nézni. Na, Tide Shield mi ez? Jobb, mint a miénk jobb. Tényleg jó, adja a gírt. Tetszik egyébként, nagyon, szinte teljesen elfelejtem, hogy telefonon játszom. Jó a kezelése, nagyon sok MMORPG-t próbáltam egyébként telefonon. És RPG-t, meg RPG-t, szeretem az RPG műfajt. De mindig még szinte egyik sem volt olyan, amelyikre azt mondtam volna, hogy ugye nagyon jó. Ez valami boss akar lenni. Nem boss akar lenni, igen. És a bossokra ugye általában nem hatnak az ilyen különböző blindok, meg sleepek, meg kádék, valamint ilyen stun jellegű skillek. Nem tudsz debuffot rakni rá a bossokra, inkább akkor úgy mondom. Nem tudom, új, ez mi ez? Bestanult. Mi történik? Vagy átalakul, vagy HP-t tölt, vagy nem tudom. Egy buffot kapott. Ja, nem tudsz általában nagyon debuffolni bosszokat. Ilyen játékokban. Nem tudod megfagyasztani, meg ilyesmi, nem tudod bestanulni. Ez nem baj. A két adott kellene. Igen. Valószínűleg egyébként, hát én legalábbis remélem, hogy a későbbi bossoknál csak egyre bonyolultabb mechanikákkal tudod ugye legyőzni. Nem csak az, hogy ilyen hack and slash módon, hogy ütöd, mint a bokrot, vagy a répát, csak annyi dolgod van, hanem szóval. Hát ez jól találtak. Igen, előjutok gyerekek. Nem ugye kell különböző taktikákat alkalmazni ellenük. Ami jó. Ami jó. Unalmas lenne belállni a bossba, aztán ütni, mint egy szart. Közben, ha ilyen kapalás hangot hallottak, ott Sanyika a kutyám. Ott úgy gondolja, hogy most kell ő neki bátni, mert hoppá, mi az? Most shieldet találtam, meg ott is. Megnézzük, ó, egy jó kard. Equip. És ezek fehér feliratos fegyverek, meg gírek, valószínűleg más grade-be tartozók is lesznek. Ugye szokott lenni különböző színnel jelölik, hogy kék, zöld, lila, vagy aranyszínű. Attól függően, hogy milyen grade-be tartoznak, attól függően nagyobb statjaik lesznek, vagy esetleg más ilyen substatjaik. Okay. Nagyon régen játszottam Diablót így Isten igazából, úgyhogy az ilyen tipikus Diablos kifejezéseket lehet, hogy annyira nem ismerem. Ugye a substat az, ami például olyan stat, ami a fő stat alatt még elhelyezkedik, még plusz képességet vagy módosít. Jó, beszéljünk. Okay. Hányas szintűek vagyunk? 6-os szintűek vagyunk már, gyerekek. Tök jó. Ja, bocsánat egyébként, ha sokat beszélek, meg keveset játszom, próbálom azért, ugye, így elmondani, hogy mi a szituáció. Na mi ez? Kovácssal beszéljünk a Kovácssal. Jó, mit lehet vele csinálni? Sword. És mit csinált az, mit csinált a Spreadermel? Nem néztem meg, csak ez a tipikus tutoriál, tudod, így mutatja a nyilaszt, hogy nyomod végig. Nem tudom, mit csinál. Na, jó van. Megjelent valami, de jó, nem baj. Na, mi történt az Spreadermel? Az Spreadermel csinált ez valamit? Semmi nincs ezzel, vagy nem tudom. Semmi, legalábbis nem marrak. Nem tudom, mi volt a szerekek. Jó, most egyelőre húzzunk. Erre kell mennie. Ez
beszélünk. Szuper jó. Wow. Bírom, hogy mindig megtalálnak minket, nem a kalandozót. Azt mindig megtalálják. Azt mondják, hogy asszisztáljunk az őröknek, segítsünk a keleti kapunál, vagy nyugati kapunál, bocsáss meg, nyugati kapunál. Egyébként azt nézem, hogy ez a Porsche is ilyen ski jellegű, hogy van egy CD-je, azt el tudod használni, van belőle három, és akkor Isten áldjon. Érdekes, érdekes megoldás. Nem tudom, hogy az növelhető valahogy, hogy lehet-e venni potion, vagy mindig is a három marad. Na várjál, most okosba csináljuk, shield. Igen, utána shield, és nem jó, mert a shield az megint rántotta őket. És utána nem blindolódtak. Lehet, hogy egy kicsit azt gondoljátok, hogy túlbonyolítom a dolgot, de szeretem megérteni a skilleknek a működését. Na, arra kell mennie. Jó, veressük neki. Mert egy kicsit pörgősebbre vesszük a figurát, ez mi? Hú, egy shine. Egy buff. Mit ad? Hát ez fogalmam sincs, hogy mit ad. De világít tőlünk, a hátunk világít tőle, de jó nézett közben folyott. Ja, jó kis darkos egyébként a beütésen. Nehéz, egy sikrázni, ilyen elektrik dolgot adott. Ilyen sebzést kaptunk pluszba. Közelünkbe jöttek, akkor így megrázódnak, látod el? Folyamatos, ba, de durva. Valami, mi ez? Ez valami kis miniboss volt. Itt egy shield. Mikor egyébként jelezhetné, hogy mit tudom én. Ez a shield az jobb, mint a legyen. Nem kérem, hogy még az inventory-ba turkálni. Shield. Az. Blind. Területi. Az. Tök jó. Szépen fel lehet építeni. Ott egy öv. Mivel még nincs, ugye. Life. Ez egy HP. Gondolom a life az HP, ugye? Ebben a játékban. Jó. Tetszik. Jó, a grafika, frankó, minden. Erre nem lehet tovább menni még. Jó. Láthatatlan fal volt. Ja, nem kicsi a játéktér. Felrótták a játéknak. Mosgattam ilyen fórumokon, hogy egy magyar fórumon is írták, vagyis ilyen talán Facebook csoportban, hogy eljed a játéknak, kicsi a játéktere. Hát nem érzem azt. Megmondom őszintén. Nem érzem azt. Hát nem egy full open world. Sandbox jellegű, de nézzé! Figyelj, izé, egy ilyen kis minibossnak is lehetnek, nem tudsz kijelzni. Láttad? Ennek is kell taktika. Igazából mondjuk annyira nem nehéz, nem azt mondom, de... Ugye, hogyha használsz valami taktikát, akkor ez neked... Téged, te életedet könnyíti meg. Sikerült kimondanom. Ja, bocsi, hogy izé telefonon itt szórakozok. Mi az a... Mi az a kör? Mi? Az sebzett engem, ahogy forgott? Ez valami lézer cucc volt? Érdekes. Van blindolva. Ez majdnem nagyon is vertek, tök jó. Hoppá, hoppá! Ez mi a szar? Először fel kellett volna lennem. Loot az eltűnik? És hogy van? Ja, ez egy izé csak. Ó! Oh. És látjátok? Na! Itt van ugye, hogy 31-es a... Ez egy kék nevű más grade-be tartozó válasz, ugye nem fejér nevű. Látható, hogy jóval erősebb. Meg még ráadásul ugye van egy ilyen izé, egy ilyen másik tulajdonsága, ami kettő erőt ad. Oké, és oké, gyerekek, menjünk tovább. Ez mi? Chest. Kék cucc. Nem most kék cucc. És így akkor a fehér után következő grade, az valószínűleg... Vagy tír. Ez,
Mennyi mi? Láttak ide barátai? Bér. Az valószínűleg a... Bozolány, vagy valami kalapács. És new skill van, és ez is jobb, mint a miénk. És jó vagy, jobb, tök jó. És nem akarom még egyelőre destroyolgatni ezeket, lehet, hogy eladni érdemesebb. Új skill. Falling Sword. Ami azt jelenti, hogy... ahol van egy ilyen Sense World, ott 189 damage over 5 second. Az összes enemy-re, közelben lévő enemy-re. Ez azt jelenti, hogy... hogy ez egy dot. Ugye az ilyen skilleket dotnak nevezik, amik damage over time jelleggel sebeznek. Tehát az, hogy folyamatosan sebeznek bizonyos időn keresztül, és ezt ki se raktam, megint nem raktam ki. Bizonyos időn keresztül sebeznek, érted? Mindjárt megnézzük, lerakjuk, azokra rádobom. És akkor amíg ott van az a sword, látod ezt a swordot, hogy kell néz ki. Ebből is tudok többet lerakni, de nem. Fejön lecsapom ide. És akkor ott az a sword, és ez sebezget, tök jó. Ja, feltöltött megint ez a Fury jellegű akármi csinálom. Nagyon most fel, kiderül mindenki. De ez egy bizonyos ideig tart. És akkor így baró erősek vagyunk. Hoppá, ott egy kék felső, ha jól látom. És megint nem vettem fel. Valamilyen az van bennem, hogy automatán felveszik. Van egy jó öv, van egy felső, ami sokkal jobb, mint a miénk, 3 erő, látod, és 1026 a védelme, és vagy a life, neki meg izé 390 volt csak, ez tök jó. Van egy jobb chillünk is. Örülök neki, hogy nincs auto hunting a játékban. Ez egy borzalmas szar feature. Nagyon sok játékban, amikor... amikor ugye benyomsz egy gombot, és automatán végigmegy a pályára, és nem kell semmit csinálni. Hú, de ezt szoktam ábrujálni. Nem jó. És itt ki az ellenfél? Hú, várj, egy potion benyomunk. Ezt a dotos kardot, ezt érdemes mindig lerakni, hogyha a fight van. És mind le tudok többet? Kilátja szét! Gyermekeim az őben. Na várj, egy. Én le tudom rakni, és oda tudok ugrani, és oda tudok ütni. Hopp. Aznak van két funkciója, annak a Holy Shieldnek, vagy Falling, nem Shield, hanem Swordnek, Falling Swordnek. Le tudom rakni, utána oda tudok ugrani, és ott sebezni. Elnézést, kuc! Így, és akkor bím, odaugorottam, láttál? És meg is murdelt a boss. A boss. Tök tudka. Jön a pokol, értem? Jaj. Hogy hogyan? Azt a betyen. Gyerekek, hát támad a sarkany! Kaptuk meg. Így ez jó. Imádom. Ezt tudjátok mire emlékeztet? Terra Online bombharcra. Bigas monsterekre. Olyan. Volt ilyen jellegű bigas monster ott. Gyerekek, ez odavert csávó. Ó, és ez már látjátok? Ez már tasztikusabb fight. Mert... különböző dolgokat csinál. Még szerintem kábbi szinte hozzám se ért.
Azt most a meteorokat benyomta a kiütőt. Imádom. Szóljuk meg Shieldem, nem? Au! Kíváncsi lennék egy ranged, egy távolsági karakternek. Mennyi izéje lehet? Mennyi HP-ja lehet, meg mennyi DC-ja? Ő neki nagyon kell-e tájtolni az ilyen ellenfeleket, vagy pedig simán bele tud állni a harcokba? Nagyon nem akarok sok karaktert indítani egyébként. Nem szeretek altozni annyira. Ha altozol általában, akkor igazából a... Főleg a játék nagyon nem szokja támogatni. Akkor... Mindig a main karakteredből veszed el azt a pluszt. Na mindjárt meghal, figyelj. De ez mi volt? Úristen, ez mi volt? Ez egy... Gyerekek, ízé volt. Fölment a HP-je maxra, és addol, egy csomó addot. Spawnolt. Meg van ilyen tront támadás, jó, megvan, ez nagyon tetszik. És akkor itt ki kell állni belőle, látod, akkor itt van tüzetokád. És igen, és változtatja a stratégiát is. Na jó, jó. És olyan izé, magától értetődő a kezelőfelület. Jó, próbáltam néhány a MMORPG-t telefonon, de nem, annyira nem jött be egyik sor. Meg is csináltuk. Ma is öltök, és csomó kék hajtam. Jaj, de jó. Csomó kék gír, gyerekek. Ez nagyon epic boss volt. Olyan jó shieldünk, kék shieldünk, vitalityt ad, tök jó. Ez mi az? Mindjárt megnézzük, mit ír ott. Ez is, ez meg izélyt? Ó, ez mi? Ó, itt írja izéket. Itt írja a különböző tulajdonságainkat. Ott az HP-nk, ott a damage-ünk, és itt van az erőhöz adott, ugye, meg a vitalityhoz a különböző dolgok. Ah, de jó. Hívva ez a miket? Jó! Hol kell, mit kell? Ezt meg kell taperolni. Hú, már 30 perc megy a videó, gyerekek. Remélem, hogy élvezhető. Bocsánat, hogy telefonon veszem fel tőlem. Hol Bocs, hogy telefonon veszem fel, de... Nem tudtam volna máshol, mert még nincs máshol. Hol kell lenni? Beszélni kell a csávóval. Jó. Hoppá! Megjött a csontvász harcos öreg. Szúr! Jó. Ennyi volt? Mit kell csinálni? Köszönjük el az öregem. Jó van, bocsánat, hogy átléptem. Valami könyvet kell kizalálni. For those without fear are those who have nothing precious to hold on to. Challenge fear. Overcome it, but deny it at your világtérkép. Wow! De jó, világtérkép. Jó, adom a világtérképeket. És mit kell? Meg... Ó, és izé... Oda nem jössz, bassz, nagyon kira. No, az ott van, nem?
Level 28-nak kell lenni, hogy még kijebb nézzek. Nem tudok teleportálni most. Most akkor mi van? Mit kell csinálni? Mit kell csinálni? Jó, megnéztem a térképet is. Go. Well done, hero! Hoppá, megcsináltunk majd nagyon, continue. Azt a betyár, Istenem. Gyerekek! Mi ez? Codex. És ezek így játékos hegyek, gyerekek. D-Dogma, Dark Ball. Nagyon atom. Szép zone. Tök jó, és ezért lett akkor így. Ugye ugyanott vagyunk, csak most már itt vannak többi játékos is, Dick. Nekem piszik. Várjatok, itt vannak újdonságok. Van shop, a shop elérhető. Van questek. A skillek, az oké, okay. A kódex az nem volt. A friend. Friends? Oh. Offline. Van egy friendsom. Adoljatok friendnek, hogyha akarjátok kipönnetek, jó? Így ahogy látjátok, nyugodtan. Bárki, azt akkor tolhatjuk együtt. Feltétlen. Na még megnézem, mi van itt. Party Finder. Hindor. Ó, izére lehet menni, gyerekek, különböző insta dungeonökbe gondolom. Igen, adó. Zónák. Tök jó! 1-től 60-ig lehet, nopa. Ez nagyon jó, tetszik. Mi ez? Navigálhatunk. Jaj, ne, ez ilyen izé, lehet ilyen automata navigálást végezni? Nézzük meg ezt, hogy hol kell egyáltalán menni. Ezt soha nem szerettem egyébként, amikor így automatán oda megy valahova. Ez mi itt egy chest? Ez az ilyen raktár chestünk. Ez mi? Ez mi ez a kódex? Stronger and stronger in the light. Ez ilyen battle pass. Okay. Itt van a küldetésünk. Valami valahol kell mennünk. Oké, nagyon jó. Gildet hogy lehet csinálni itt, gyerekek? Valaki vágja. Na jó, elbúcsúzom, szerintem. Van csetünk egyébként. Nem az. Itt van a cse... Ó! És van is itt magyar, nézd a hello, van fel valaki magyar guildba. Tud hívni, 30 is vagyok. Írjunk egy izét. Hogy... Lehet... No, éldott. Csinálni. Hát, hogyha valaki válaszol, gyerekek. Én ezt egy zónban jelent meg, tök jó. Ez érdekes, hogy... Ez csak izébe jelent meg, a zónába. Beírjuk ide is. Hogy lett gildet csinálni, srácok? Mert ugye... Ja, van voice chat is, oda részé beszélsz. Oh.
neki Party Mad Kingsbe. Ja, jó, sok a magyar, úgyhogy erre is jönni látjátok. A... Annyi, hogy fogalmam sincs, hogy lehet gyűlöt csinálni. Talán térképen kellene nézelődni, de nem látok semmi olyan emberkét. Jó, ennek utána nézek, majd el is búcsúzom. Köszönöm szépen, elég hosszú lett ez a videó amúgy is. Jók legyetek. Csácsonyi.